Előbb vagy utóbb mindegyik szülőnek el kell döntenie, hogy új babakocsit vesz gyermekének a kornak megfelelően, vagy vesz egyet pár évre. Például olyat, mint a Prime. Az első babakocsink egy mózes kosár. Minden anyának tetszeni fog, mert könnyű, és kényelmet nyújt a babának. Kényelme érdekében az alja akár 12 pozícióban állítható be. Nap! A mély fülke megvédi a gyereket a fagytól és a nagyobbtól, és itt a babának még saját légkondicionálója is van. A fülke fedésének mintái kellemes látványt nyújtanak a gyermek számára. A beállításnak köszönhetően a fogantyút a megfelelő magasságba tudom állítani. A séta még kellemesebb lesz, a kellemes tapintású műbőrnek köszönhetően. A gyermek számára pedig a 4 lengéscsillapító a kerekekben és a 2 oldalsú lengéscsillapító biztosítja, hogy semmilyen talaj egyenetlenséget ne érezzen. Fel kell emelni? Mi sem egyszerűbb. A könnyű és masszív felépítésnek köszönhetően. És az irányítása? Problémamentes. Hadd találjak csak egy labirintust. Ennek oka a nagy felfújható kerék, amelyet nehéz terepen könnyű reteszelni. A kerekeket pedig felülről fékezem és oldom ki. Séta közben a babakocsi alatti kosárban minden szükséges és felesleges dolog elfér. De véletlen helyzetekre egy praktikus táska is benne van a készletben. Hideg van? Esik az eső? Nyugalom, a készlet egy lábzsákot is tartalmaz. És esővédő fóliát. A fény visszaverő elemeknek köszönhetően a babakocsi jól látható, ezáltal biztonságosabb az este folyamán. Foltok? A mózes kosár belső húzatát könnyen leszedem és kimosom. Néhány hónap múlva a kisgyermek nagyobb babakocsit igényel. És akkor klik, klik, és kész a sport babakocsi. És ebben a gyerek rám néz, vagy a világra. A beállítást olyan gyorsan változtatom, mint a döntéseket. Most a kisgyermek felfedezheti a világot. Az 5 pontos biztonsági öveknek és fogódzónak köszönhetően biztonságosan. Valamint a sportbabakocsi anyagán található fény visszaverő elemeknek köszönhetően. A séta is jó alkalom a szundikálásra. Egy kézzel finoman és csendesen leengedem az ülést, és felemelem a lábtartót, ami létrehozza a felületet az alváshoz. Ó, zsebecske az apró tárgyaknak, ezúttal az enyéimnek. Felhajtása után pedig egy kis ablakocska jön létre, és mindig tudom, mi van a csöpségemmel. Összecsukom a babakocsit, és így várhat a következő sétára.